Megrendezték az első Promontor kupát február 19-én a BMT pályán. Az ünnepélyes megnyitó után a szervező egyesület elnökségi tagját kérdeztük a versenyről. Nagyon nagy múltja van a karate versenyzésnek, itt közel 30 éves múltja. Ezt megelőzően egyébként Budapest vidékbajnokság néven futott. Az azért volt ez a különbségtétel, mert a budapesti meg a vidéki klubok külön kategóriába versenyeztek, viszont most már a vidéki klubok egy olyan szintre felfejlődtek, hogy a budapestiekkel simán ugye helytállnak, és ezért ugye váltottunk nevet, illetve a másik ok az az volt, ugye volt egy koronavírus járványnak egy olyan időszaka, amikor nem tudtuk megrendezni a versenyt, és amikor újraindultunk, akkor szerettünk volna egy úgymond egy tiszta lappal, egy megújult dologgal kezdeni, és ezért a helyhez méltóan ugye a Promontor Kupa nevet kapta a verseny. Budapest több kerületéből, Mohácsról és még Bátaszékről is érkeztek versenyzők. A különböző kategóriákra összesen 430-an neveztek be. Illetve most plusz van egy nemzetközi elem is benne, mert a instruktorunkat, a szövetségnek a tanítóját, aki egy japán mester, meghívtuk, és ő Romániából hozott magával 6 tanítványt. A mester elmondta, hogy milyen jó hatással van a gyerekek mentális és fizikai fejlődésére egyaránt ez a sport. No, because nowadays in this society, you know, difficult to raise children because everything is, you know, unreal. So mostani időkben elég nehéz ugye a gyerekeknek, és a maga a karate mind a tradicionális része, mind a verseny része azért jó, mert ezáltal egy kicsit aktívabbá tudnak válni. So they just start to involve the activities so they can feel. Hát ez nagyon sokat segít a nevelésük során, azáltal, hogy például megtalálják önmagukat. Nagyon örült a mester annak is, hogy ilyen sok lelkes fiatal állt Tatamira ezen a napon. Actually, I was in 2003 here. 2003-ban már járt itt, az volt az első útja ide Magyarországra. Egyébként az pont ebben a sportcsarnokban volt, és kiemelte azt is, hogy akkori időhöz képest most sokkal több gyerek csinálja. Akkor inkább a nagyobbak voltak itt, most ugye a gyerekek részéről pedig egyre erősebb a részvétel és a mezőny. Az ünnepélyes megnyitón részt vett Németh Zsolt országgyűlési képviselő is, aki a sport fontosságára hívta fel a figyelmet. Minden sportnak egyébként ez a legfontosabb velejárója, hogy egyfajta magatartást alakít ki. Ha valaki földre kerül, akkor föl kell állni, és ezt az egész életben tudja hasznosítani az ember. Házspataki például olimpiai bronzérmet nyert a közelmúltban, tehát van a karaténak egy olyan hagyománya immáron Magyarországon, amire lassan ugyanolyan büszkék leszünk, mint például a vízilabdára. A versenyt a legkisebbek kezdték egy különleges feladattal. Mindig a versenyt egy olyan blokkal szoktuk kezdeni, ahol a nagyon kezdők, a fehérövesek tudnak versenyezni. Ezek picit egyszerűbb kategóriák, és akkor így haladunk szépen fölfele a nagyobbak felé, ahol egyébként formagyakorlat és küzdelmi versenyszámok vannak. A 4 éves Emma kitartóan küzdött, hogy az apró fekete szivacsot az ellenfélre ragassza. És mit csináltok az edzésen? Ütünk, meg még Csanád már rutinos versenyzőnek számít, hiszen 7 éve jár karatézni. Ugye önvédelem meg minden, és az fontos, és ezért választottam ezt a sportot. Egyrészt azért, mert itt ugye van versenyszellem, tehát valamennyire kell csapatmunka is. Másrészt pedig önvédelmi szempontokból is jó. Ennyi. Milyen öves vagy? Kéköves vagyok. Most lesz februárban a vizsgám. Lila övre fogok vizsgázni. Két kategóriában is szőnyegre lépett Csanád. Katában és kümitében is. Ezek mit jelentenek? Kata az egy ilyen, hát nem tudom, hogy definiáljam, talán egy összerakott formagyakorlat, egy sorozat. A kümite pedig az a szabad küzdelem.
Kassai Ferenc polgármester is részt vett a versenyen, mint néző. Én azért szeretem ezeket a versenyeket, mert sokan vannak, mert sok a gyerek, és egy hihetetlenül jó hangulatú, családias légkör van, tehát érzékelhető, hogy a jelenlévők szeretik is egymást. Ugyanaz a szenvedélyük, mert ezt a sportágat is csak szenvedéllyel lehet űzni, és örülnek egymás sikereinek is, küzdenek ameddig csak lehet, és elismerik a győzteseket. A karate történetéről is sok érdekességet tudtunk meg. Alapvetően önvédelmi harcművészetként kezdték el űzni, és ez Okinawa szigetén kezdődött, az Japán mellett egy kis sziget, majd utána átterjedt Japánba a karate, és akkor a Japánban különböző karate ágak, stíluságak szerveződtek, és ezáltal ugye elindult a karate fejlődése. Elején ugye főképp tradicionális edzések voltak, most megvan két vonal, van a tradicionális, meg van a versenykarate, sportkarate. Egy kicsit eltér, de azért összefügg a kettő. A nap végén a legeredményesebb klubok kupát vihettek haza. De volt egyéni eredményhirdetés is, valamint az összes legkisebb versenyző érmet kapott.